Rózsaszín Városháza, a mellrák elleni küzdelem jegyében kezdődött figyelemfelhívó kampány. Korszerű tanterem, még színvonalasabb lesz a duális ipari szervíztechnikusok oktatása a gépipariban. Állatok világnapja, haszonállatokkal ismerkedett több száz gyerek három napon át a skanzenben. Jó estét kívánok, ez a Szombathelyi Televízió híradója. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, tegnap rózsaszínbe öltözött a Városháza. Figyelemfelhívó kampányt indított a Szombathelyiek Egészségéért Egyesület az Egészségfejlesztési Irodával közösen. Tudatosítani szeretnék a nőkben, hogy figyeljenek oda magukra. Tanulják meg és havonta egyszer végezzék el az önvizsgálatot, mert időben felismerve az emlődaganat jól gyógyítható. A Városháza előtti téren tartották a figyelemfelhívó kampánynyitó rendezvényét, amely a nőkhöz szól és a megelőzést hangsúlyozza. Az érdeklődők közül többen gyermekükkel együtt érkeztek. A barátaimmal jöttem és a gyerekeinkkel, és azért tartom fontosnak, mert nagyon sok fiatal nő is átesik ezen, és nagyon fontos dolog az önvizsgálat is, és hogy időben elcsípjék ezt a betegséget. Nemény András köszöntőjében arról beszélt, férfiként nehéz átérezni a mellrákkal küzdő nők helyzetét, de őt magát is mélyen megérintette az a tavaly Szombathelyen megnyílt kiállítás, ahol várandós és kisgyermekes édesanyák vallottak betegségükről. A felelősség, az odafigyelés és odafordulás a férfiaknak is dolga. Minden küzdelemnek volt értelme, hiszen a figyelemfelhívás, amit tettek, azok másoknak segítettek az első pillanattól kezdve. De ez akkor van így, hogyha mi magunk követjük az ő példájukat, odafigyelünk és átérezzük mindenben a saját felelősségünket. Magyarországon évente több mint 2000 nő halálát okozza rosszindulatú emlődaganat, és 8000 új esetet diagnosztizálnak, mondta el a vármegyei tiszti főorvos. Az emlőrák a fejlett országok többségében, a nők körében az egyik vezető daganatos halálok. A megbetegedés előfordulási gyakorisága és a magas halálozás miatt jelentős népegészségügyi probléma. Milisicsné Tátrai Beatrix, a Szombathelyiek Egészségért Egyesület elnöke arról beszélt, hogy a 46 és 65 év közötti nőket hívják rendszeresen mammográfiás szűrésre, de a többieknek is fontos, hogy megtanulják az emlő önvizsgálatát és azt havonta elvégezzék. A mellrák jól szűrhető, ha időben felismerik, nagyobb a gyógyulási esély. A köszöntők után leleplezték a kampány szimbolizáló alkotást, amely nő alakot ábrázol benne homokórával. Azt üzeni, a nők egyszerre erősek és törékenyek, fontosnak tartják a szépséget, és szükséges, hogy fontosnak tartsák az egészséget is. Próbálják uralni az időt, s néha az idő uralja őket. Az installáció körbejár a helyszínek között, hiszen egész hónapban folytatódnak a prevenciós programok. Minden helyszín próbált csatlakozni úgy, hogy az installáció mellé saját programot is szervez. Lehet, hogy ez csak egy rózsaszín pólós beöltözés, lehet, hogy egy különleges filmvetítés, lehet könyvajáló, lehet rózsaszín kivilágítás, hiszen a program elején és végén rózsaszínben fognak pompázni az épületek, most a Városháza, a végén pedig a sportház. Csatlakozott a kampányhoz a színház, a Berzsenyi Könyvtár, a Vásárcsarnok, az Agora, a PTS Szombathelyi Képzési Központja és a Szavária Múzeum is. A rendezvényen közreműködtek az Energy Dance táncosai, és Horváth Megi énekes adott minikoncertet. Szerdán átadták a gépipari és informatikai technikumban a duális képzésben résztvevő ipari szervíztechnikusok teljes körűen felújított tantermét. A beruházást a TDK Hungary Components Kft. Finanszírozta. Felújították, újra burkolták és kifestették a gépipari technikum egyik oktatótermét. Okostáblát is felszereltek, a diákok az idei tanévtől már ezen követhetik a tanári magyarázatokat. A beruházást a város egyik nagy foglalkoztatója támogatta. A cég és a szakképzési centrum együttműködése 2017-re nyúlik vissza.
Az egyik legfontosabb mérföldkő a duális ipari szerviztechnikus képzés elindítása volt 2020-ban. A szakmai gyakorlatképzés az kint folyik a cégnél, ahol nyilván sokkal jobb körülmények között, sokkal jobb infrastruktúrális körülmények között tudják oktatni a diákokat, főként olyan technológiákra, aminek ugye az iskolába nem áll rendelkezésre. Tehát ez mindenki számára jó, az iskolák nem kell ezeket az eszközöket beszerezni, illetve a tanuló számára jó, mert csúcs technológiával találkozik az ipar területén. Az együttműködés az iskolának, a diákoknak és a cégnek is előnyös. A diákok profitálnak ebből, hiszen olyan a munkaerőpiacon azonnal hasznosítható tudást kapnak, ami keresett. Mi pedig abból profitálunk egy ilyen együttműködésből, hogy olyan fiatal munkavállalókat kapunk a jövő beruházásaihoz, akiknek az oktatásával továbbiakban már a gyártásokban nem kell foglalkoznunk. Úgy érzem, hogy a felső lépcsőfok annak, hogy sikerült egy feltörekvő pályát elérnem. A sajtótájékoztatón motivációs kisfilmmel mutatták be a diákoknak Tóth Tamás történetét, aki gépbeállítóból lett folyamatmérnök. Az új tanterem hozzásegítheti a diákokat a hasonlóan sikeres pályához. A tervek szerint a következő lépés a gyakorlati oktatóterem felújítása lesz majd a gépipariban. Közétkeztetési konferenciát szerveztek Szombathelyen. Kortárs alkotóművészek készítenek kerítéselemeket a skanzenben. Kiállítás nyílt Golda Meir életútjáról a moziban, az arborétumban pedig faműves mutatkozik be. Rövid híreink következnek. Régiós konferenciát szervezett a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetsége szerdán a Kámoni Arborétumban. A fenntarthatóság volt a központi téma, kiegészülve aktuális kérdésekkel. A konferenciát László Győző alpolgármester nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta a közétkeztetés fontos szerepét, a táplálkozás alapvető hatását az egészségre. Köszönetét fejezte ki az ágazatnak, hogy az emelkedő energiaárak és a szűkre szabott nyersanyagkeret ellenére is az ellátottak megfelelő minőségű ellátására törekszenek. Kiemelte, hogy az önkormányzat ebben partner. Kitért a nemrégiben bevezetett plastikkártyás menzarendszerre, ami a digitalizáció irányába való elmozdulás egyik lépése. Előadások hangzottak el többek között az alternatív táplálkozási irányzatok, az élelmiszerpazarlás csökkentése és a környezetközpontú közétkeztetésre való törekvés témakörében. Az aulában élelmiszerbeszállítók mutatták be termékeiket. 6 elemből álló betonkerítés készül a Vasi skanzenben a faképző művészeti alkotóműhely szervezésében. Szántó István, Lieb Roland és Farkas Imre szombathelyi művészek mellett Szanyi Borcsa, Mészáros Gergely és Fusz Mátyás, a legfrissebb Leopold Blum díjas képzőművész is egy-egy kültéri alkotással idézi meg a 60-as, 70-es évek jellegzetes formavilágát, miközben a jelenkor valóságára is reflektál. Az egyedi betonkerítést vasárnap délután 4:30-kor mutatja be, majd október 20-án az alkotók közös kiállítást tartanak az Irokész galériában. A tervek szerint jövőre Fusz Mátyás lesz az egyik résztvevője a Bloomsday murális műhelyének. Izrael állam megalakulásának 75. jubileuma és Golda Meir születésének 125. évfordulója alkalmából egy Életképekben címmel fotókiállítás nyílt az egykori miniszterelnök életútjáról a Szavária moziban. A tárlatot, amely a Szombathelyi Magyar-Izraeli Baráti Társaság szervezésében valósult meg, Varga Hedda történész ajánlotta a közönség figyelmébe. Golda Meir egyike volt annak a 12 politikusnak, aki 1948-ban kézjegyével látta el Izrael függetlenségi nyilatkozatát. Előbb munkaügyi, majd külügyminiszterként dolgozott. 1969 és 74 között pedig kormányfőként vezette a fiatal államot. Az izraeli vaslédiként emlegetik őt. A megnyitót követően premier előtt levetítették a Golda című filmet a kamarateremben. Fába égetett lélek címmel nyílt kiállítás a Kámoni Arborétum ökoturisztikai látogatóközpontjában Pap Zoltán faméves műveiből. A tárlatot Kovács Gábor faragász nyitotta meg. A Rábapatyon élő művész keresi a kiszáradt fák, ágak hibáit, hogy felfedezze bennük azt a sajátos formát, amit fantáziája szerint tovább formál, alakít. Többféle kultúrkörből merít, előszeretettel használ szimbólumokat. A kiállítás október végéig tekinthető meg az Arborétumban.
Gyerekekkel telt meg a Vasis Kanzen a héten. Az Állatok Világnapja és a Magyar Népmese Napja alkalmából szerveztek háromnapos programot számukra. A téma az életadó élelem volt. A gyerekek játékosan tanulhattak a haszonállatokról, és házilag készített finomságokat is kóstolhattak. Nagy sikert aratott Bősze György vakvezető kutyájával, Potterrel a Vasis Kanzenben. Érzékenyítő foglalkozást tartottak a gyerekeknek. Amikor bejöttünk, akkor néztük egy kutyát, aki nagyon okos, aki mindent tud. Az Állatok Világnapja és a Magyar Népmese Napja alkalmából gyűltek össze a bölcsödés, óvodás és iskolás gyerekek a Skanzenben. A programot minden évben megrendezik. Az esemény úgy kinőtte magát, hogy az utóbbi években háromnaposra bővült. Idén 18 helyszínen várták a csoportokat játékokkal, ismeretterjesztő és kézműves foglalkozásokkal. Lehetett mézet, befőtteket és aszalványokat kóstolni, valamint állatokat simogatni. Azért ott tartottuk lényegesnek, fontosnak, hogy a gyerekek megismerkedhessenek az élő környezetben lévő állatokkal, megismerkedhessenek azokkal a körülményekkel, amik között az állatok nevelődhetnek, táplálkozásokat megfigyelhették, megsimogathatták, élő testközelből láthatták az állatokat. Minden évben más a téma, idén a haszonállatokkal ismerkedtek meg a gyerekek. Hogy miért is választottuk ezt, hát régen az állatokat elsősorban nem hobbi állatként tartották, hanem mint élelmiszerforrás, nagyon fontos élelmiszerforrásként. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is vannak, de gyermekek szintjén tényleg ilyen kis ismeretszerző játékos állomások, ahol ez megmutatkozik. Kiderült, miből és hogyan készül a túró, a tejföl, milyen munkára fogták a lovakat, szamarakat, és hogyan dolgoztak a halászok. A program idén is nagy sikernek örvendett, több száz gyerek vett részt rajta. Rangos darts versenynek ad otthont Szombathely. Péntektől három napon keresztül repülnek a nyilak a Sugárúti sportcsarnokban, ahol a nyílt páros Open viadal mellett országos bajnoki fordulót és magyar kupa küzdelmeket is bonyolítanak. A darts egyik magyarországi fellegvárának számít a Vasi vármegye székhely. A Szombathelyi Darts Klub Sportegyesület az elmúlt években több egyéni és csapat sikert könyvelhetett el, mára pedig felnőtt és korosztályos válogatott tagjuk is van. Ezúttal a Magyar Darts Szövetséggel és a Szombathelyi Önkormányzattal összefogva háromnapos rendezvényt hoztak tető alá. Én azt gondolom, hogy amivel elindultunk 4 évvel ezelőtt, az beigazolódott teljes mértékben, most már Szombathely visszatérő, és azt gondolom, beágyazott programmal vált. Nagy sikerű a darts, nem csak Szombathelyen, Magyarországon, és egy dinamikusan fejlődő sportág, és Szombathely is nagy népszerűségre tesz szert. Ehhez természetesen nem kevés munkával járulnak hozzá a helyi darts egyesület versenyzői és vezetői, akik az országos szövetségben is meghatározó szerepet töltenek be. Amatőrök és profik is kipróbálhatják magukat. Pénteken a páros Open erőfelmérőt, szombaton a magyar bajnokság utolsó előtti játéknapját rendezik, vasárnap pedig az egyéni magyar kupa küzdelmeket bonyolítják. Most már hagyomány, hogy így évvége felé, itt Szombathelyen, ha nem zárófordulót, akkor záróforduló előtti fordulót rendezünk. Ugye kicsit a létszámot befolyásolja, hogy idén már eldőlt a bajnokság címe mind a férfiaknál, mind a hölgyeknél. Kovács Patrik, Iász Veronika hozta a kötelezőt, de mellé azért a kupa győzelem az sokak számára nyitott még, illetve nyitott még ez a páros Open, ami nem csak a versenyzőknek, hanem a versenyt szerető amatőröknek és szabadidőkártyásoknak is nyújt lehetőséget pénteken. Csütörtök éjfélig még bárki nevezhet az amatőr párosok versenyére. A rendezvény sorozat péntek este startol, idén új helyszínen a Sugárúti sportcsarnokban szállnak majd a nyilak. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen és Facebook oldalunkon is megnézhetik. Híradónkat óránként ismételjük. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!